Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az ember fiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöld elleni kezdés levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az atya. Ezek az evangélium igéi. Épp a napokban fordult elő, kedves testvérek, hogy itt a plébánián valaki megkérdezte tőlem, hogy vajon már jól láthatóan hónapok óta szervezve Rosszóval a koncertmisék sorozatát, vajon azért hívok meg mindig egy-egy alakulatot, egy-egy ünnepi misére, mert elégedetlen vagyok a helyi zenei szolgálattal. És én erre csak azt tudtam mondani, hogy drágáim, én úgy gondolom, hogy egyszer-egyszer ide jönni és nagyot vakítani, az piszok könnyű. De az egy hét során, a maga csendes egyszerűségében, a mindennapok szolgálatát hűségesen, lélekkel és nagy szívvel ellátni, valahol sokkal nagyobb művészet, mint egyszer-egyszer valami félelmetesen nagyot vagy varázslatosat alkotni. A mindennapok kitartó hűsége, a mindennapok csendes szolgálatkészsége az sokkal, de sokkal nagyobb érték, az egy-egy alkalommal ránk ragyogó csodáknál is én azt hiszem. Mert ezek azok a csendes csodák valahol, amik nemhogy élhetővé, hanem alapvetően szépé, hűségben, megbízhatóságban, végső soron szeretetben teszik szépé a mindennapjainkat. És én azt hiszem, hogy így az egyházi év vége felé közeledve, nyilván a szent szerkesztők is egyre inkább a végidőre irányítják a figyelmünket. Mint ahogy Jézus is arra figyelmeztet bennünket, hogy jól vigyázzunk, mert nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát. Itt nem arra kell a végítélet Krisztus második eljövetele kapcsán törekedni, hogy majd egyszer vakítsunk egy nagyot. Nyilván az esetenkénti, és persze minél gyakoribbak, annál fontosabbak megtéréseink, az a metanója, az az önmagunkba fordulás, az önmagunk helyes látása, az időnkénti revízió végtelenül fontos. Kellenek a nagyisten élmények, és kellenek a megtérésnek ezek a nagy pillanatai, és bizony az életünk minél hosszabb, annál számosabb lehetőséget biztosít arra, hogy mindig egy-egy újabb, egy-egy másik szegmensére csodálkozzunk rá, ami javítható, ami csiszolható, ami Isten számára kedvesebbé tehető. De azt ne felejtsük el, hogy mi nem egy egyszeri alkalomra gyúrunk. Nem egyszer kell felfénylenünk és ragyognunk, valahol a krisztusiság csodája, abban az állandó és csendes világításban, abban a folytonos láthatóvá válásban, az Isten parancsainak, az evangéliumi tanácsoknak, a mi Urunk életpéldájának folytonos és állandó követésében rejlik, ami fel sem tűnik a
amiben nincs semmi érdekes, ami nem kerül az újságok címlapjára, ami nem megy csodaszámba, de a saját csodálatossága az éppen abban rejlik, hogy talán tudatában sincs annak, hogy az a csendes hűség, az az állandó kitartás, az a meg nem bicsakló szeretet, az a folytonos odafigyelés önmagában. Mekkora fényforrás, micsoda ragyogás, milyen fantasztikus csoda, hogy az a hűség, álhatatosság és kitartás, ami ott húzódik mögötte, ami néha a monotonitás látszatát sugallja, amikor semmi nagyszerűt nem teszünk. Amikor nem akarjuk elkápráztatni a környezetet, csak tesszük a dolgunkat. Csak úgy élünk, ahogy azt Krisztus szerette elénk, az önmagában, a mindennapokban. Milyen gyönyörű, milyen káprázatos, milyen szép, és mennyire csendes csoda.